Kovács Péterrel, egy helyi bioüzlet tulajdonossával arról beszélgettünk, hogy a tavasz beköszöntével hogyan tudjuk karbantartani a testünket és a lelkünket. A tavaszi évszak jellegzetessége a méregtelenítés. Ilyenkor általában a téli időszakban felszedett plusz kilóktól próbálunk megválni. Van, aki a lébőit kúrára esküszik, de olyan is akad, aki a vitaminok pótlásával próbálja aktivizálni az immunrendszerét. Az adott évszaknak a jellegzetessége a méregtelenítés, ilyenkor általában mindenki a téli időszakban felvett plusz kilókat próbálja magáról egy kicsit let letisztítani vagy letakarítani. Általánosságban a szervezetünket is megpróbáljuk egyéb salakanyagoktól kitisztítani, ezekre vannak használatos teák, ivókúrák, lébőjtök, valamint ugye a Covidnak a vonzata most a C, D vitamin, valamint egyéb immunerősítő termékek kiemelkedő keresete. Az ajánlásoknak megfelelően az egyik legjelentősebb immunerősítő termék a bétaglükán, ugyanis a legyengült immunrendszert akár már 48 órán belül is képes formába hozni. Az egyik legjelentősebb immunerősítő termék, amit javasolni szoktunk, az a bétaglükán, az ugyanis az legyengült immunrendszert 72, akár 48 órán belül is jelentősen meg tudja javítani, támogatni. Vannak olyan gyógynövények, olyan gyógynövénykészítmények, amelyek ajánlatosak. mindenképpen a bodorrózsa, Ő a Covid elleni védekezés láger terméke. Ez tulajdonképpen magát a levelét főzik le, forrázzák le, és a forró vízes áztatását teaként elfogyasztva a torkunkban, valamint ugye a garatban felgyülemlő vírusok, oda nem illő mikróbáknak a kitakarításában, leküzdésében játszik szerepet. A homoktöv is, ami nagyon népszerű és egy magyar kiemelt termék, ez az immunitásban szintén fontos szerepet játszik, ennek a sűrítményét szokták szirupként, szörpként fogyasztani. Egyéb termékek, ami ugye külföldről beszerezendőek, az aloe vera, de az aloe vera pont én is olvastam mai nap egy médiumban, hogy itthon is nagyon könnyen termeszthető és nagyon hasznos gyógynövény lehet. A továbbiakban arról szólt, hogy milyen termékek szolgálnak segítségül a lélek karbantartására. Az utóbbi időben észrevehető igen, hogy lelkileg is támogatnunk kell a vásárlóinkat, ugyanis ez a bezártság, valamint a szocializáció, a társaság hiánya, sok mindenkinél depressziót, szorongást, esetleg egy kis belső félelmet vált ki, és az utóbbi időben észrevehető, hogy az immunerősítő készítmények, valamint ugye az egészségügy által javasolt C és D vitaminon túl olyan teákat, olyan növényi összetevőket is keresnek, amelyek segítek, segítenek ezeknek a lelkiállapotoknak. Az legnagyobb mennyiségben a citromfű és az orbáncfű, ezek ugyanis természetes depresszió és szorongás elleni te a füvek. A bolt tulajdonosa azt is elmondta, hogy ugyan számukra engedélyezett a nyitvatartás, de a járvány okozta korlátozások az ő forgalmukban is éreztetik hatásukat.